Ferjánc Attila neve az autóversenyek szerelmesei számára a mai napig fogalom. Aktív versenyzői pályafutása 1964-től 1998-ig tartott. Ez idő alatt két alkalommal szerzett Európa-bajnoki bronzérmet, 23 alkalommal EB futamgyőzelmet, 32-szer országos bajnoki győzelmet. Ferjánc Attila az autósport örökös magyar bajnoka, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke. 1981-ben a sportérdemérem aranyfokozatának kitüntetettje, 2000-ben kimagasló pályafutása elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A legenda pályafutásáról a közelmúltban megjelent könyvet egy kellemes hangulatú sajtótájékoztatón mutatták be a múlt héten. Nagyon rövid leszek, én nem a könyvről fogok beszélni, hát nálam sokkal méltóbb emberek ülnek itt az asztalnál. Én az örömből szóljak, néhány mondatot csukán csak. A kiadó tulajdonképpen, hát nem mondom, hogy nem az egyik legrizikósabb vállalkozás a könyvkiadás, viszont mi boldog emberek vagyunk. Gyönyörűséges, amit mi csinálunk. Gyönyörűséges dolog az, hogy olyan fantasztikus emberekkel, szerzőkkel ismerkedhetünk meg, ugye nagyon széles profilban mozgunk, mint például a Hajnokkal, Ferjánc Attilával. Ez egy hihetetlen nagy öröm, higgyék el. Gyulai Zsolt, Amnasz elnöke, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója is méltatta a legendát. Saját elmondása szerint neki köszönheti azt, hogy betöltheti a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöki tisztségét. Nagyon ritka az, amikor a nagy bajnokokból legenda válik. És a legendák azok nagyon szükségeltetnek ahhoz, hogy egy-egy sportág, egy-egy ország hírneve, illetve egy-egy sportág az országon belül milyen helyet foglal el. Ferjánc Attila sokak szerint zárkózott ember, ám akiknek lehetőségük van őt közelebbről megismerni, vallják, a falak mögött igazi ironikus mókamester lakozik. A bajnok humoráról interjúnk során mi is első kézből kaphattunk ízelítőt. Egy teljes életmű, egy megjelent könyv. Hogy érzi magát? Hát köszönöm. Most itt ennyiben nem is tudok mit mondani, mert olyan megható volt, sokan voltak. Sok szép méltatást hallottam, már majdnem meg is hatott. A kötet szerzője Lukács Ákos a kezdetektől figyeli a bajnok pályafutását, mára úgy gondolja, igazi barátságról lehet beszélni kettőjük között. Ez a könyv azért hosszas vajudás után jött létre, talán még 3 év is eltelt, amióta először elkezdtünk Attilával beszélgetni róla. Ő mondjuk nem lehet rá azt mondani, hogy nagyon kapkodós lenne a döntéseiben, tehát alaposan meg szokta fontolni, ha valamire igen mond, ez is bizonyos időt vett igénybe. Meg hát persze benne van az a fél évszázad, amióta Attilával mi ismerjük egymást, és hát a mi kapcsolatunk elég furcsa alakult azért, mert mindig újabb színekkel, meg újabb ízekkel bővült. Lényeg az, hogy ez a évtizedeken keresztül fejlődött egy kapcsolat, amire most már azt hiszem, hogy mondhatom, hogy lett belőle egy barátság. Milyen volt a munkafolyamat? Hogy készült a könyv? Hát szakaszokban készült. Igazából már régen elhatároztuk, hogy kellene egy életműkötetet írni az Ákossal. Aztán különböző okok miatt félbeszakadt. De végül is, amikor a kórházból kikerültem, akkor utána intenzíven tudtunk dolgozni az utolsó 8 hónapot, és hát megszületett a könyv. Könnyű volt együtt dolgozni Attilával? Hát azt nem mondhatnám. Nem mondhatnám, ő egy rendkívül határozott ember, de a határozottságban ugyanakkor néha hektikus is. Tehát gondol valamit, és lehet, hogy kiértem próba másképp gondolja, és utána mindig utána kell menni az ő éppen akkori filozófiájának. Tehát sok minden például kimaradt, amit először elmesélt, nagy nyíltsággal és boldogan elmesélt, és aztán egy idő után pedig azt mondta, hogy ezt vegyük ki. És kérdeztem, hogy miért? Mondta, hogy azért, mert meggondolta magát, ezt mégsem akarja közzétenni. Na most itt nem valami hadititkokról van szó természetesen, hanem mit tudom, egy iskolában, hogy miért kapott intőt, akkor ő ezt egyszer csak azt mondta, hogy ne tegyük bele, mert mit fog szólni az ő fia, hogy mit fog róla gondolni, meg mit tudom, és ilyenek. Tehát nem. És ő nagyon határozottan képviseli a saját szándékát, tehát ő nagyon nehéz meggyőzni bármiről. Meg lehet, de nagyon nehéz. A könyv elkészítése nem volt egyszerű feladat. Az írás mellett ugyanis külön szerepet kaptak az archív fotók, melyeknek segítségével a főszereplő életének fordulatai meg is elevenednek az olvasók előtt.
az elmúlt 8-9 hónap alatt azért sokan bajtunk az Ákossal, meg sokszor nézegettem ezeket a képeket. Meg hát sokan ülnek itt olyanok, akik együtt látták velem, velünk. Hát igazán az Ákosnak 50 év eltelt, megszületett a könyv is, és valamit az életemből ez majd ad. A szerzőt a sajtótájékoztató után az alkotó folyamatról és a közös munkáról kérdeztük. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit vált ki. Tehát nem csak az eladási siker szempontjaira gondolok, illetve főleg nem arra, bár hazudnék, azt mondanám, hogy az lényegtelen, hanem inkább a fogadtatásra, hogy vajon mit szólnak hozzá. Elégedettek lesznek azok, akik olvassák és ismerik egyben valamennyire ezt a történetet, vagy na, szóval kíváncsi vagyok nagyon. A könyvet Rizskó Géza, az MTVA sportfőszerkesztője mutatta be a sajtótájékoztató résztvevőinek. Elmondásából az is kiderült, hogy régóta ismeri és figyeli a bajnok pályafutását. Fontos érték a csapat összetartás a mindenkori mitfelelével, a szerelőkkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezért is külön csodáltam őt a messzi távolból, mert tanúsíthatja, hogy én nem tartottam el olyan munkácságot, hogy hetente följében, hogy gratuláljak a sikereihez. Azt gondolom, hogy a támogatók sora is olyan volt, hogy volt, aki céltudatosan, és volt, aki pedig majdnem, hogy ismeretlenül, de támogatta a könyvkiadást, és a kiadó pedig csak szuperlatívuszokba tudok beszélni, mert az első intrádára mindjárt készségesen, és az utolsó pillanatig teljesen meghatóan segítettek, hogy ez a könyv megjelen. A Ferjánc című kötetből megtudhatjuk mindazt, amit Ferjánc Attila Lukács Ágos segítségével elénk tárt versenyzői pályafutásáról, kihívásokról, csapatról, családról, életről, küzdelmekről. Ami pedig kimaradt, az lehet, hogy egy következő kötetben lát majd napvilágot.